Domokos Diana jön a 3-as helyen Déceggel, az állatos Dumányi kar színeiben. Domokos Diana hibátlan 58,70%. Hetes tart helyen Domokos Diana, Délceget lovagolja, az állatorvostudományi kar versenyzője következik. Hibátlan lovaglás alapidőn belül. Domokos Diana a harmadik résztvevője az összevetésnek. Domokos Diana következik, Délceg nevű lovával, állatorvostudományi karversenyzője. Hibátlan lovaglás 36,58% Domokos Diana eredménye. Eredményt hirdetnénk mai nap 6. versenyszáma, Aranyos Kupa országos minősítő forduló. Első helyen végzett összevetésben hibátlan lovaglással Péter Lajos Albatrosz nevű lovával a Kastília Kft. Versenyzője. Hibátlan lovaglás 34,4 másodperc. Második helyen Domonkos Diana végzett Délceg nevű lovával, állatorvostudományi karversenyzője összevetésben hibátlan, 36,58 másodperc. Harmadik helyen Martinyi Gergely végzett Cuki nevű lovával, az Equidom Lovasklub versenyzője összevetésben hibátlan, 38,29 másodperc.
Negyedik helyen Rácz Anna végzett Milord Nevilovával, összevetésben 4 hiba pont 33,55 század. Ötödik helyen Prikler Szilárd végzett Milord Nevilovával, összevetésben 4 hiba pont 35,12 század. Hatodikként Tamir Petra végzett Maxim Adonis Nevilovával, Classic Horse 1975 versenyzője, összevetésben 8 hiba pont 34,77 század másodperccel. És a legeredményesebb ifjúsági versenyző Puskás Anna Zsófia, Anonymous Nevilovával, Prosper Lovas Club versenyzője, 7,3 stílus pontot kapott. Gratulálok a győztesnek, Péter Lajosnak, és a helyezett lovasoknak, továbbiakban sok sikert kívánok, jobb kézen kérem tisztelettel üdvözöljék a közönséget. Első helyen Péter Lajos és Albatrosz. Második Domonkos Diana Délceg, harmadik Martini Gergely Cuki, negyedik Rácz Anna Milord, ötödik Prikler Szilárd Milord, hatodik Tamir Petra Maxim Adonis és Puskás Anna Zsófia Anonymous láthattuk.